Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy teljesen új Sims sorozattal. Ebben az új sorozatban a The Sims String Stranger Will nevezetű gamepack-kel fogunk játszani, ami egyébként február 26-án jelent meg, szóval mondhatni friss és ropogós. Érdemes egyébként még azt is tudni erről a gamepackről, hogy már magának a trélernek a bejelentése is baromira titokzatos volt, és miután láttuk a trailert, igazából csak még több kérdőjel keletkezett az ember fejében. Én így ültem, néztem, és így azt mondtam, hogy What? Miről szól ez a gimpek? Mit kell itt majd csinálnunk? Egyébként itt a leírás sem árul el sokkal többet, igazából annyit ír nekünk ez a kis szöveg, hogy el kell kezdenünk vizsgálódni az új szomszédságban, ami Strangerville névre hallgat, ez egy sivatagi város lesz, szóval hasonló lesz a Sims 2-es át szomszédsághoz, ami nekem személy szerint a kedvencem volt a Sims 2-ben, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesz hasonló, illetve mennyire lesz ez a város valóban titokzatos, mert a thrillerben tényleg nagyon ígéretes volt, hát aztán majd meglátjuk. Hogy ugye ez játék közben mennyire fog kijönni, igazából itt a szímek furcsán viselkednek, és ezt nem tudják az emberek sem, hogy miért. Lehetséges, hogy valami összeesküvés elmélet van itt, vagy lehetséges, hogy valami furcsa erő irányítja a többi szimet. Lehet mondjuk más játékosok. Az mondjuk tényleg nagy meglepetés lenne. Kiderülne, hogy ebben a szomszédságban mondjuk lehet multizni. Mennyire király lenne? Szóval majd el kell mennünk egy ő, titkos laboratóriumba, ott majd bizarr növényeket kell megvizsgálnunk, és remélhetőleg ki fog majd derülni, hogy miért is viselkednek furcsán az emberek ebben a Strangerville nevezetű városkában. Na jó, itt vannak igazából azok a tárgyak, amiket ugye kaptunk a kiegészítővel, érdemes őket megnézni, egyébként a build módban nagyon sok minden bekerült. Nekem ami egyébként furcsa, hogy a Create a Scene párcoknál nincsen olyan igazán dilis ruha, bár lehet, hogy azt már megkaptuk a régebbi kiegészítőt, Szóval akkor kezdjünk is egy új játékot, nem kell tutoriál. Szerintem elég sokat játszottunk már a sims Hell, ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kell mondjuk irányítani a játékot. És most szerintem egy férfi karaktert fogok létrehozni, ugyanis az előző Game pack sorozatomban egy női karakterre játszottam, sőt, igazából a star sorozatban is egy női karakterem van, úgyhogy most legyen egy pasi, mert miért ne? Régen volt már pasi karakterünk, uh, legyen a neve Fred, furcsa furcsa Fred, mert miért ne? Sőt, igazából lehetne bozont a scooby az is vicces lenne. Fred is volt a scooby jó, maradok a Frednél. És nézzük meg akkor, hogy milyen hangot állítsunk benne, legyen egy csicsergős hangja. Ez egy női hang volt, nem? <laughs> De ez még mindig férfi, és be lehetne kiállítani azt, hogy női hangja legyen. Zseni, én ezt választom. Na, Nézzük meg, hogy van-e új életcél. Van, van Stranger Things Mystery. Oké, okay, szóval majd az lesz a szívemnek az életcélja, hogy kiderítse ezt a titokzatos rejtét, ami Stranger Things-ben folyik. Super, egyébként mi ez az, az illuminációt? Érdekes, érdekes, vannak új trétek. Uh, nem igazából látom, talán a paranoid az az. De lehetséges, hogy ez a hírességek kiegészítővel jött be. Jó akkor szerintem legyen bro, mert miért ne? Legyünk jó haverok mindenkivel, nagyon fura hangja van. Lehet, hogy amúgy ez zavaró lesz, de nem baj. Legalább vicces. legyen ambiciózus. És esetleg még kiválaszthatnánk valami olyat, ami majd segíteni fogja őt. self talán jó lenne, de legyen geek. Az remélhetőleg jó lesz. Jó. Nem tudom, hogy meghagyja neki ezt a hangot. Hogyha ti nagyon ellenkeztek, akkor majd megváltoztatjuk. Legyen szőkehajú, hogyha már Fred a neve, és vannak új frizurák. Nézzük csak meg. Paxnál kiválasztom azt, hogy Stranger Will. Ilyenkor ugye mindig azokat a ruhákat, illetve hajstílusokat szoktam kiválasztani, amik ugye az új kiegészítővel jöttek be, hogy ezeket is láthassátok. Van egy ilyen rasta, meg egy ilyen, hát ilyen katonás hajstílus. Lehet, hogy ezt a katonásat választom neki. Ez a rasta nekem nagyon idegen lenne, úgyhogy ö, lesz ez a katonás, viszont ezt a sapit akkor leveszem róla, mert ö, az zavarni fog. Ja, végül is egészen jó. Elméleteg egyébként majd lehet csatlakozni a katonasághoz is, úgyhogy ö, hagyjunk rajta arcszerzetet, vagy sem. Katonaságban meg kell borotválkozni, nem? Nem tudom, nem voltam soha katona, valószínűleg nem is leszek. És szerintem ez így amúgy jó. Egy kicsit olyan borostás, de nem túlzottam. Remetleg emiatt nem fognak beszólni. Kicsit szerintem karcsúsíthatunk a karakterünkön, meg talán a is lejjebb vehetünk. Bár mondjuk, hogyha katon lesz, akkor nem baj, hogyha izmos, de... Na mindegy, majd meglátjuk. Ó, egészen, egészen jó egyébként. Mondjuk ez a furán gombolt... Jó, mégis vannak furcsa ruhák. Ez meg olyan kis... <laughs> Hadd ne mondjam, milyen... Szerintem ez a katonai, ez, ez, jó lesz. Esetleg ilyen zöldbe lehetne, vagy barnásba. Fú, nem is tudom, melyik a jobb. Ennél van ilyen mintás póló. Hm. Ennél is van mintás póló. Legyen akkor ilyen pirosas. És akkor válaszunk mellé egy gatyát. Gatyák közül van új. Nézzük csak meg uh, Pex. És akkor te a Stranger Villes kell. ha vannak új gatyák. Van ez a toldozott, foltozott. Hát talán azért ilyet nem adnék rá, főleg, hogy a katona lesz. Már egyébként olyan, mintha itt ilyen, ilyen, pörkölt szaftos lenne a pólója, nem? Érdekes. Meg van ez a, ez a nagyon fura katya. Ilyen nagy papagatya, én ezt úgy hívom. Ebből nincsen olyan, ami jobban illene esetleg ehhez az öltözékhez. Talán ez. Cipők milyenek vannak. Valószínűleg abból nincsen új, de azért megnézzük. Itt is kiválasztom azt, hogy Stranger viles kell. Hú, uh, van ez a, ez a cowboy csizma. Szerintem ez nagyon rosszul néz ki, úgyhogy ezt nervetessük. <laughs> Oké, okay. miért van olyan egy cowboy csizma? csizma, hogyha sivatag, akkor érthető, de mm, fura. Nekem egy picit fura. Jó, tetkót most nem rakok rá, szerintem az neki fölösleges lenne, illetve nem is illene hozzá. És esetleg még akkor uh, karcsúsíthatnánk, rajta meg izmosíthatnánk. Ez így szerintem egészen jó. Mi van egyébként a polója, hát olyan? valami kitűzőszerű cucc, meg repülő, meg minden ilyesmi, bár valószínűleg nem lesznek repülők benne, de azért mondjuk király lenne. Jó, formál. Ezeket igazából most annyira nem akarom állítgatni, valószínűleg nem nagyon kell majd átöltöznünk. Bár hogyha el kell menni valami titkos küldetés, vagy ilyesmi, ahol mondjuk ilyen gazdag emberekhez kell beférkőzni, mint általában az ilyen titkos ügynökös filmekbe, akkor nem baj, hogyha szép elegáns ruhánk lesz. De ez kétlem egyébként, hogy lesz ilyen. A cipellőket nem látom. Tröst teljesen jó. Jaj, de rosszak ezek a cipők. Nem tudom, melyik lenne a jó. Nem hiszem el, hogy a, a formát cipő választásánál időzök a legtöbbet. Jó, szerintem ez így jó lesz, atletikusnak. Hát mondjuk lehetséges, hogy itt majd át kell Hát Mondjuk lehet jégtáncos belőle, mert ez olyan mindennapos. De szerintem akkor olyat válaszunk, ami nem ilyen egyberuha. Legyen mondjuk egy ilyen sima, sima ruci, és mondjuk azért ami gatyát adhatnánk rá, minden egy szál alsó gatyába menjen el futni, hogyha esetleg futni támad kedve. Mm, legyen mondjuk uh, ez hozzá. Jó, szerintem ez így jó lesz. Aztán alvósnak miért válaszunk. Nem hiszem egyébként, hogy vannak stranger vilesek. Legyen csak így simán egy ilyen, egy ilyen törölköző rajta fú de katonás lettem, amúgy <laughs> drága fredünk aztán bulis ruhának uh, hát akár ezek közül is lehetne választani. Egyébként mindenki arra gondolt, hogy új egyetemes kiegészítő jön, mert hogy ugye arra is voltak utoló jelek, de megkaptuk ezt a Strangerville Game pack Egyébként abszolút nem bánom ezt a Strangerville kiegészítőt, de azért az egyetemet nagyon adtam volna. Remélhetőleg majd rendes kiegészítő csomag formájában lesz is majd egyetemes kiegészítő, mert azok is egyébként a kedvenceim voltak a Sims 2-ben, illetve a Sims 3-ban is. Na, Swimwear, haj, de csoda az a kalap rajtad, édes drágám, hát uh, nem hiszem, hogy így komolyan fognak venni téged a katonaságban. Jó, esetleg egy ilyen fürdőgatyát még választhatnánk neki, illetve akkor még egy nyári öltözet... <laughs> Mi az a forró naci? <laughs> Mi az a naci? Jézusom, ne! Ezt, ezt a szemüveget is szedjük le róla, meg ezt... Jó, oké, okay. uh, sikerült a legrövidebb sortot kiválasztanod. Fantasztikus. És akkor még valami téli ruhát választhatnánk, bár elméletileg itt tök más lesz az időjárás. Úgyhogy majd meglátjuk. Jó, Fred furcsa készen áll. Esetleg egy német juhász jó lenne neki, de most nem akarok állatokkal foglalkozni, esetleg majd később. Fú, de gonoszan néz ki! Jó, feltöltöm felhőbe, hogyha szeretnétek letölteni, akkor igazából le tudjátok. A profilom Doggy di néven van fönt, szól, akinek eredeti szimsze van, az már meg is fogja találni, amikor ez a videó felkerül. Jó, választanunk kell egy évszakot, legyen spring. Legyen tovasz, azzal általában nem szokott gond lenni, bár valószínűleg itt tök másképp lesznek az évszakok. És akkor választok ki a Stranger Wheel nevezett új szomszédságot. És kettő ház van, ahova be tudok költözni. Van ez a Slip 42, meg ez a Carfogaus Corner. 18 ezer az egyik, a másik pedig 16 ezer. Akkor szerintem az olcsóbbikat fogom választani. És akkor nézzük is meg. Jó, berendezett állapotban szeretném, mert egyébként az érdekesebbnek is tűnik. Ott van belett egy nagy repülőgép bronz, hogyha jól láttam. Hát, hogyha esetleg meg tudunk majd valami újdonságot abból is. Na! Oké, okay, azt mondja. Hogy üdvözlünk Stranger Will ben az egyetlen dolog, ami az embereknél is furcsább, az a helyi növényvilág. Miután beköltöztél a város szlogenje, igazán értelmet fog nyerni, szóval néhányan elég furcsán fognak viselkedni, illetve nagyon sokan vannak itt katonák és tudósok. Kérdezzük meg az embereket Stranger V-ből, talán tudnak majd nekünk valami érdekes dolgot mondani. Egyébként, ó, valaki már kedvencek közé adta a furcsa családomat. <laughs> szóval egyébként ki is került egy kis képregény a Sims 4-nek az oldalára, hogyha szeretnétek, akkor nézzétek meg, mert ott is ezzel az új kiegészítő csomaggal kapcsolatosan vannak ilyen plusz információk. Na, hát van itt rengeteg lakókocsi, ez az én házamhoz tartozik? Nézzük csak meg, hogyha átmegyek build módba, nem, oda nem tudok képítkezni. Jó pofa, jó pofa. Van itt egy autó, de ez ugye nem lehet vezetni, ugye? Mikor hozzák be végre a vezetető autókat a Sims 4-be? Autót akarok vezetni. Aj, jó. Mm, nézzük akkor itt mit lehet csinálni. Ez amúgy műfű itt? <laughs> Tök jó pofa, de nem, mert hogyha jól látom, akkor ez ilyen brás lett ide szerkezve. Jaj, nem vannak kerti törpeim, nem szeretem a kerti törpéket. Jó, mindegy. Talán a furcsasághoz az is hozzá tartozik. Milyen számítógépen van? Wow. Hát uh, itt aztán jól fogom az összes uh, internetes weboldalt. I guess. <laughs> Na jó, azt mondta, hogy kérdezősködjünk. Van ott egy uh, White Bizarre Plant, tehát egy, egy vad bizar virág. Esetleg. Uh, van itt egy járókelő? Itt egy bolt. Egyből mellettem. Itt egy csávó, akinek szűrő van a fején, és ilyen karácsonyi égősorok vannak rajta körbetekerve. Fú, azt hiszem ezt a következő videóra én is ö, rekreálom. Ilyet mindenféleképpen szeretnék én is. Ott egy gekó, és eltűnt. Na, ö, tudok vele esetleg beszélgetni? Tudok vele beszélgetni. Beszélgessünk Stranger Weir-ről. Öt különböző szimmel kell egyébként beszélgetnem majd erről a városról. Illetve kell kuriót vennem a kurió sokból, ez gondolom ilyen kuriózom lehet. A seal door kell a secret labnél megvizsgálnom, tehát van egy ilyen ajtó, egy ilyen bezárt ajtó a titkos laboratóriumnál. Na, hát amúgy ez érdekesnek ígérkezik eddig. Na gyere, fuss ide, Fred! Gyerünk a tészta csávóhoz, Ervinhez. Ervin Price, majdnem Fries. Beszélsz a akkuburúan? Női hangom van, ne zavarjon, férfi vagyok. Tele vagyok tesztoszteronnal. Oké, és azt mondja, hogy úgy hallottam, hogy furcsa dolgok történtek a titkos laboratóriumnál, vannak ott tudósok, talán oda kellene menni és megvizsgálni ezt a szituációt. Meg van ott valami furcsa fény is. Köszönöm szépen ezt az infót, vehetnék akkor kurió items. Na, mit lehet itt venni? Spy bug? Ó, ezzel lehet hallgatni másokat? Cowplant Dissected. Érdekes. Krabby Bottom Armadillo Blue. Ezek még. <laughs> Ezek, hogyha jól látom, nagy rész könyvek. De hogy ez micsoda? Aztán Emily. Ez a Loch szörny lesz, hogyha jól látom. Lone Aha. Wow, hát van itt mindenféle. Uh, veszek egy ilyet. Uh, pirosat. 125 alatt, de biztos megéri. Oké, okay, uh, és ezt ide rakta nekem az inventorimba? Le tudom ezt rakni valahova? Rakjuk le szerintem ide, és akkor vizsgáljuk meg. Igazán érdekel, hogy ez micsoda. Nem tudom lerakni sehova. Miért nem tudom lehelyezni? Oda le tudtam volna. Ez ekkora helyet foglal? Rakjuk fel akkor oda a konyapultra. Igaz, így majd nem tudom elkészíteni a kajámat, de legalább itt van ez a furcsa cucc, amit meg tudok nézni. Akkor ez, hogyha jól látom, csak... Uh, valami dísz lesz. És ilyet miért kellett vennem? Na mindegy, én elhiszem, hogy ez nagyon hasznos lesz. Uh, talán akkor még megismerkedhetnénk a környékbeliekkel. Tényleg itt nem jönnek engem üdvözölni? De ott jönnek. Mi van veletek? Te jó ég, ezek zombik szerintem. Azt a szemet nézd meg, azt a kirúzsozott szájat! Te jó ég, hát Rémálmomban ne jöjjön elő ilyen ember! De még a Simsbe se. Uh. Uh, uh, hello! Uh, 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 beszélgessünk velük. Bár nem tudom, hogy akarok-e. Méghozzá át is glitchelnek egymáson? Uh, lehet inkább jobban leszek a kerti törpémmel, aki egy flamingon lovagol. Jó, hívjuk be őket a házba, szerintem az lesz a legegyszerűbb. <laughs> hello, sziasztok! Uh, nem is tudom őket behívni. Snap out of it. Try to talk to Jess. Nem is tudok velük beszélni. Azért a, a sütit elfogad... Nem tudom, hogy elfogadja meg a sütit. Ti elfogadnátok a sütit egy ilyen embertől? Őszintén írjátok meg kommentbe, elfogadnátok ettől a fura nőtől azt a sütit? Nagyon normál minőségű. Nagy bajom nem lehet tőle, ugye? Nem tudok velük beszélni, slap out of Próbáljuk meg felpofozni. Bár valószínűleg akkor nem leszünk jóba, de megpróbálhatnánk azért. Az anya tud mindenről nem lehet neki ellenállni. És ezt ilyen fura betűkkel írta ki. Milyen anya? Húha! Gondolom akkor itt valami felső berő irányítja ezeket a szimeket. Mit csinálsz a, a növénykémmel? Elülteti. Hello? Kertészkedsz itt? Megoldod majd helyettem a gondozását annak a növénynek? Mert most amúgy arra most már gondoskodni kell, olyan, mint egy kis állat. Hogy fölpofosztuk? Hello? Még mindig nem lehet vele beszélni? esetleg most. Azt hittem, hogy ez az öt címmel beszélgetés egy egyszerű feladat lesz, de ahogy látom, nem. Hiába pofozom fel őket, nem történik semmi. Csatlakozz hozzánk, edd meg a gyümölcsöt. Ó, a gyümölcs miatt viselkednek ilyen furán? Amit most elültettél nekem? Akkor nem örülök annak, hogy ezt a gyümölcsöt elültetted, mert nem szeretnék így viselkedni. Nem? Roy! Wow! Ha -ha! Hogy kirögött? Érte az anyát békét fog neked hozni. Biztos jó az nekem? Nem tudom egyébként tényleg fölpofozni egyiket se, úgyhogy esetleg valami értelmeset mondjon nekem? Vannak amúgy itt normális emberek? Hogy fogok velük beszélgetni? A kráternél találkozunk. Mi? Kráter? Van itt egy nagy kráter? Nem tudom, hogy ezekkel hogy fogok kijönni, vagy hogy hogy fogok velük kommunikálni, de lehet, hogy érdemes lenne akkor ellátogatnunk valóban máshova, ott ő egy egészen normális embernek tűnik. Friendly introduction egyet. Ő egy tudós egyébként, lehet, hogy akkor uh, itt csak a tudósokkal és a katonai uh, emberekkel tudunk beszélni, akik a katonaságban dolgoznak. Lehet, hogy érdemes lenne akkor nekem is csatlakozni a katonasághoz. Vagy a tudósokhoz, nem tudom melyikhez lehet. Már elméletek a katonaság az új karrier, úgyhogy valószínűleg oda tudunk csatlakozni. Azt nem tudom, hogy ez olyan aktív munkahelynek számít -e? Micsoda? Azt mondja, hogy a hűtőmben is találtak ilyen infection -t. Tehát, hogy ilyen fertőzés. Hát, köszönöm szépen, de ez egy... Ez egy teljesen másik ember volt, ezt nem ő mondta nekem. Azt hogy nincs is semmi látni minden normális, és minden tökéletesen működik. Tartsuk magunkat távol a titkos laboratóriumtól. Wow. Te esetleg ki vagy? Ö, igazából egy lázadó tínézser, de talán vele tudok beszélgetni erről a városról. Hello, te lázadott tínézser, beszélgessünk egy kicsit. Itt amúgy normálisak az emberek, csak azok voltak furák, akik átjöttek hozzám. Ez ugyanazt mondja, mint a árus. Oké, okay. esetleg vele tudok beszélgetni? A titkos laboratóriumot kellene megnézni, mert az a, az a szemüveges ember azt mondta, hogy tartsuk magunkat tőle távol, de mindenki más azt mondja, hogy ott, ott furcsa dolgok történnek. Szóval lehetséges, hogy ö, ezt magukat tudósok irányítják? Hogy ilyenek legyenek itt az emberek? Vagy esetleg egy felsőbb erő? Hallotta? hogy valami furcsa dolog történik, és ezt a katonáktól hallotta, akik a helyi bárban beszélgettek erről. Koda is érdemes lenne majd ellátogatnunk. És te vörös, vörös hölgyemény, te mit tudsz nekem mondani? Hát, ha hát, tud valami újdonságot. Legalább azért, hogy az életcélom ki legyen pipálva. Léci, mondj nekem valami újat. Szóval Bárt lenne érdemes megnézni meg a titkos labor. Kérdés, hogy a titkos laborhoz vajon oda mehetünk -e? Csak úgy? Nem lesz abból probléma? Mindig is kíváncsi voltam arra, hogy mi történhet a titkos laboratóriumban. Amikor volt a robbanás, utána néhány héttel később senkit se lehetett látni, hogy közel ment volna hozzá. Wow, akkor lehetséges, hogy valami nukleáris erő van itt a háttérben? Valami sugárzás következtében lettek ilyen furák a növények, és mondjuk az emberek is? Szerintem látogassuk el még ehhez a titkos laboratóriumhoz, de előtte elküldöm a szívemet vécézni, mert ha bepisílnénk, az még mindig kellemetlen lenne, bár valószínűleg ebben a városban senki nem venné észre, hogy bepisiltünk, de azért, na, aki még normális, az észre fogja venni. És nem szeretném, hogyha a normális emberek is furának tartanának minket. Várjuk csak. Eltűnt a hűtőszekrényem? Azt mondták, hogy volt benne valami furcsa dolog, és hogy kaptam uh, insurance-t, de... Akkor... el is vitték teljesen a hűtőmet? Jó, oké, okay, köszönöm szépen. Eddig nagyon jó ez a város, uh, szeretnék itt élni az életben is, uh, nem. <laughs> Viszont a száz baba kívásba innen egy fura pasit. Az milyen vicces lenne. Mondjuk remélem a gyerekei nem lennének ilyen furák. És planteljük el még ezt is, ezt a bizalfrutot. Valószínűleg majd ez is feladat lesz. Egyébként többen is írtátok, hogy aggódtok amiatt, hogy ugye furán fognak viselkedni a szímek a többi szomszédságban és a gamepack miatt. Ö, én ezt kétlem, szerintem csak ebbe a szomszédságban lesznek furcsa szímek, szóval nem fog beleszólni a normál szímek életébe ez a kiegészítő. Oké, és menjünk el, és akkor utazzunk. Travel. Egyedül szeretnék menni, még mindig annyira nem vagyok senki se jóba. Egyébként, ha már most tavasszal ilyen meleg van, akkor mi lesz itt nyáron? Itt a titkos laboratórium is. Valószínűleg Secret Lab csak ki van takarva. Azt nem én takartam ki. Kik vannak még itt egyébként? Uh, Stranger Way Plaza, ez lesz a bár. Ahol valószínűleg beszélgettek a katonák. Vajon honnan jött ezeknek az embereknek az a vagyon? Lehetséges, akkor ők állnak a háttérbe? Na jó, nézzük meg akkor ezt a, ezt a titkos laboratóriumot. Egyébként nincsen túl sok épület, szóval nem tudom, hogy mennyi idő lesz, amíg rájövünk itt a rejtére, de majd meglátjuk. Jó, és akkor itt van valami ajtó, amit meg kell vizsgálnunk, gondolom ez lesz az. Eddig egyébként eléggé hasonló a dzsungeles kiegészítőhöz. Ez alatt azt értem, hogy ugye itt fel kell fedeznünk épületeket. Mert hogy oda kellene valószínűleg majd lemennünk. Na Mizu, mit tudtál meg róla? Szépen leírogatja itt a kis jegyzeteket. Föl is húzom a falakat, talán no. úgy még hangulatosabb. Hú, az a, az a furcsa kiírás. lehet, hogy sima szimulés, de... De ki tudja? Itt amúgy ezeket meg lehet vizsgálni? Evidenszeket kell gyűjtögetnünk. Tehát ilyen különböző bizonyítékokat. Hát, ha meg tudunk valami ah. újdonságot. Aha, az ajtó be van zárva. Úgy látszik, hogy kell hozzá egy keycard, tehát egy ilyen vonalkódos kártya. Talán valakinek van ilyen, illetve a városban talán van valaki, aki tudja, hogy hogyan tudnék ilyet szerezni. Viszont még mielőtt elmennék innen, körbe kellene néznem a titkos laboratóriumban, hogy különböző információkat tudjak gyűjteni. És a notebookba felírt egy jegyzetet magának, és találtam strange blueprints Oké, okay. és hogy, hogy szétszett egyébként azt a könyvkupacot? De jó pofa! Aha, az is majd az élet célja lesz, hogy ki tudja nyitni ezt az ajtót. Na, ez tetszik! Ez tetszik! Nem számítottam egyébként ilyen kiegészítőre. Úgyhogy ez tényleg abszolút meglepetés volt, mert ilyen nem volt a Sims 2-ben és a Sims 3-ban se, sőt, még a Sims 1-ben se, de ott azért még eléggé kezdetlegesek voltak, hogy a kiegészítők. Uh, gyanúsan elmosódott fotó. Valaki direkt uh, módosított volna azon a fotón. Itt is tudnánk még uh, különböző evidence keresni. Nézzük meg akkor ezt is. Hányat találtunk eddig? 15-öt kell keresni, és ebből a három van eddig meg. Jó, hát lehet, hogy majd később is vissza kell ide jönni, gondolom ezek rezetelődnek. Ezeket a fotókat egyébként kár, hogy mondjuk nem tudjuk megnézni. Na, esetleg abból kiderült valami? Mondjad, Fred. Ó, oh, Packet of Mysterious Seeds. Uh, gyanús magok. Gyanús furcsa magok. Szerintem majd hackelni is kell, hogyha jól látom, viszont ahhoz hármas os programming skill kell. hogy akkor azzal is el kell kezdeni, majd foglalkozni. Még jó, hogy akkor kiválasztottam neki a geek trait-et. Ezt egyébként nem tudtam, szóval tök véletlen. És hogyha ezt lefotózom, akkor az is evidence az számít. Azt még azért gyorsan megnézném. Viszont utána szerintem ő, csatlakozunk még egy karrierhez, és akkor a következő részben fogjuk folytatni majd ő, ezeket a nyomkereséseket. Aha, még egy gyanúsan elmosódott fotó. Nézzük meg, hogyha ezt lefotózzuk, akkor az is evitazták számít-e? Igen. Jó, hát ha megtudunk valami újdonságot. Viszont ez nem aktív munka, így szóval nem tudunk majd vele elmenni dolgozni. Nem baj, legalább lesz egy kis pénzünk, mert valószínűleg erre is szükségünk lesz. És el is tudunk menni egyből. Practice sparing szerintem ezt most kihagyom és akkor a következő részben akkor ezt is megnézzük, úgyhogy hát remélem tetszett nektek ez az új sorozat, hamarosan jövök a következő résszel, valószínűleg nem heti egy lesz belőle, hanem majd igazából ahogy kedvem tartja, úgy fogjuk folytatni, lehet, hogy akkor a héten több is lesz, mert nagyon érdekel, és szerintem titeket is érdekel, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett, Andi voltam, sziasztok!